Épül a Királyi Napok alatt oly népszerű színpad és rendezvénytér az Ücsi-ligetben. Ilyen és ehhez hasonló programok előkészítésénél működik közre Polai Szilárd, a Városgondnokság munkatársa. Sokan dolgoznak a szakemberrel, szinte nincs is olyan program a városban, aminél nem működnek közre. Egy olyan díjazottat köszönthettünk ma, aki ebbe a csapatba tartozik, akiknek a munkája nem látványos, de nélkülük ez a város nem működne, nem lenne olyan, amilyen. És nem lenne tele élettel, nem tudnánk megmutatni azokat az értékeket, amikkel rendelkezünk. Az alapítvány a székesfehérvári fogyasztóvédelemért három a közszolgálatban dolgozó személynek ítélte oda az idei esztendőben a díjat. A civil napon már ketten átvették az elismerést. A Városgondnokság munkatársa azon a napon is a rendezvény sikeréért dolgozott, így Polai Szilárd most kaphatta meg az oklevelet. Most múlott a 8. év, hogy itt dolgozom. Építőiparból jöttem, egy kicsit úgy megcsömörlöttem az építőiparba, aztán jött ez a lehetőség, és igazából jól érzem magamat, elég jól be sikerült illeszkedni, és illetve hát, hogy most már azért elég jó kapcsolatrendszer alakult ki így a város és köztünk, a Városgondnokság között. Az alapítvány a székesfehérvári fogyasztó védelemért kuratóriumi elnöke Németh László 4 évtizede dolgozik a civil szféráért. 2017-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy legyen egy olyan díj, mellyel a közért dolgozó személyeket ismerhetik el. Megpróbáljuk azokat az embereket kiemelni, akik plusz munkában hozzáadott értéket állítanak elő. Boza István fontosnak tartja az elismerést, melyet a Városgondnokság munkatársa kapott. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az alapítvány észrevette egyrészt a Városgondnokság munkáját, de ami még nagyobb öröm, hogy a Városgondnokságon belül is egy fizikai, tehát egy villanyszerelő technikus kollega kaphatta meg ezt a díjat, mert azért ez nagyon fontos, hogy a Városgondnokság dolgozóinak 3/4 fizikai munkás, tehát az ő munkájukat is észrevette végre a közélet. Az oklevelet a székesfehérvári civil szervezetek, a helyi közösségek önzetlen segítéséért és fejlődéséért Ruth Péter alpolgármester és Németh László az alapítvány elnöke adta át.